Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké ámen. Kedves testvérem, november 24-e szerda, Dunklak, Szent András és társai vietnámi vértanúk emlék napja van. Érdekes, ha igazán erre a szentekről van szó, és Észak-Vietnámban 1785-ben született, hanaiban 1839. december 21-én hunyt el. Tránán Dung gyermekkorában találkozott egy katekétával, Wien Trierben keresztelték meg, ekkor kapta az András nevet. 1825. március 15-én szentelték pappá, 1835-ben a Nguyei dinasztiából szárva, hogy császár uralkodásának idején bebörtönözték, majd váltságdíj ellenében kiengedték. András álnében folytatott működést, Dunk helyett lak nevet vette föl, 1839-ben is ismét letartóztatták, megkínozták, és december 21-én lefejezték. Trorongwang ti Péter atyával együtt. Kivégzése előtt a költői tehetséggel megáldott András búcsú verset is írt. Boldog ávatásukkor 1900. május 21-én került sor, 13. Leó pápaság idején szenti avatásukat másik János pápa végezte 1988. július 19-én a mai evangélium érdekes módon kapcsolódik itt a vértanú szentekhez. Lukács könyvéből a 21. fejezet 12. mondatától a 19. mondatig. Abban az időben Jézus így késztette elő tanítványait a rájuk váró megpróbáltatásokra. Kezet emelnek reátok, és üldözni fognak benneteket kiszolgáltatnak a zsinogógáknak és börtönbevetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe, ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékes szólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellent mondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok és közületek némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket, de egyetlen hajszál sem vészel a fejetekről. Áltatossággal őrzitek meg lelketeket. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus. Keresesen nagyon izgalmas ez a mai evangélium Jézus nevét gyűlölhetnek titeket, de lelketeknek nem árthatnak igazán ez a mottója a mai evangéliumnak. Érdekes Jézus, aki előkészíti a tanítványait. Előlátja a saját szenvedését, de előlátja a tanítványok szenvedését, ha rájuk várunk megpróbáltatásokat. Ha 12 apostolt néz az ember, a legtöbbjük vértanú szent. Izgalmas kérdés az a vértanúság. Általában megfelelkezünk róla, de nagyon fontos az a felismerés, hogy a föltámadás hitében és reményében élnek annak megtapasztalásában. Ezek a tanítványok látva látják a föltámadottat, és megtapasztalták igazán az ő feltámadásának tényét. Ez az izgalmas, mert az ember nem hal meg olyan dologért, amiben nem hisz. Ők maguk megtapasztalták. És az, hogy megtapasztalták a föltámadott testben, lélekben eljött, számukra ennek a valósága szívükbe, elmébe vésődött. Reákváró megpróbáltatásokról beszél. Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket sokszor elhangzik, hogy a mai korban a legüldözöttebb vallás a kereszténység. Megdöbbentő, de tényleg, hogy mennyien hány országban embereket lefejeztek, kivégeztek hitük, reményük, szeretetük miatt. És érdekes ez a üldözni fognak benneteket, mert itt maga az üldözés az nem mindig látványos. Nem mindig olyan, hogy most tényleg karda, fegyverrel történik. Lehet ez bújtatottan is sajnos itt Európában, mondhatnám, visszaszólva az egyház, visszaszólva a vallásunk, de ez nem csak mondhatnám itt a külső okoknak tekinthető, de egyfajta ilyen belső okokként, ami megosztottságot szül, és próbálja elnehezíteni, el az egyházat. És akkor, amikor akár médiafületekről van szó, akár a lehetőség az egyház megjelenjen, tapasztaljuk és érzékeljük a világ nagyon sok pontjá, hogy megnehezítik ennek a lehetőségét helytartók elé hurcolnak az én nevemért. Izgalmas az én nevemért. Ugye a nép abban mindig van valami fajta erő az én nevemért. Jézus Krisztus nevét mindenhol ismerik. Mindenhol állnak kerestek és mindenhol a világban vannak keresztények. Azért, hogy tanúságot tegyetek. Az üldöztetés célja a lényeg alapvetően, hogy elhallgattassák az egyházat, de még inkább ott van, hogy ennek fényében még inkább tanúságot tegyenek. Olyan érdekes, amikor a, az egyik béna ember ugye keresi Jézus, és próbál elhallgatni, marad csendben. De ő még, a, még hangsúlyosabban mondja, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam. Olyan megdöbbentő, akkor, amikor maga a elhallgattatni, maradjan csendben az egyházat is próbálják, mondhatnám, likvidálni, el lehetetlen el, megnehezíteni a megjelenését, de a lényeg alapvetően mégiscsak, hogy tanulságot tegyünk. Akkor, amikor lehetőség van Krisztusról beszélni. Sajnos a világban annyi fajta nyelv van, annyi fajta kultúra, minden lehetőség, persze sok szenűség, de valójában mi a lényeg, miről beszélünk, kiről beszélünk. Annyi fölösleges dologról csacsogunk, és a tanulságtétel, mintha hiányozna a mai világból. Nagyon érdekes, nem olyan rég mutatták be a mozikba a Magyar Passió címet, a című filmet. Ez Krisztus Inge című drámából készült, amit Várnai Péter atya írt. És az izgalmas ez a darab, mert ez a fajta ilyen hitvalló film, ez nálunk igazán hiányzott. Olaszoknál, lengyeleknél működött, hogy működik. Na, a magyaroknál ez még nem igazán dokumentumfilm igazán, de ez a fajta hitvaló film nem. És ilyen szempontból izgalmas a film. Lehet, hogy nem annyira mondtam, kitűnő film, talán jó film, közepes film, de maga a film témájos és feldolgozása mindenképp közebb hozza számunkra azt az 50 éveket. Szeretes rendeknek a felosztása. Emlékeimbe, hogy a történelmi egy a mondattal intézték el. Tanulságot tehetek tanúságot tenni az üldöztetésről, tanúságot tenni Krisztusról, aki nevében üldöznek minket. Ékes szulát, bölcsességet adok majd nektek. Izgalmas, amikor a harmadik isteni szeméről van szó, tényleg a szentilekről, aki betölt minket. Már meséltem talán róla, hogy annak ide, amikor Esztergomba voltam, volt egyszer egy temetést, amikor egy édesát a két lányával együtt kellett eltemetni drámai történet volt, megölték őket, és igazán bennem felvetődt akkor a kérdés, hogy Isten hogy mit lehet ilyenkor mondani a sírnál. Én maga egy hétig imádkoztam, kértem tényleg a szent lelket, hogy ő segítsen. Zsúfolásig tele volt a belvárosi temető, és ott voltak a nagyszülők is, tehát az édesen, a édesen szülei. És sokáig gondolkodtam, mit lehet ilyenkor mondani a sírnál, és persze a Krisztusról, a egy lehetősége, dicsősége, beszéltem, minden mellett, hogy ő is kínhalált szemben, miértünk. Nagyon érdekes volt, mert utána oda jöttek és nagyon megköszönték, mert nagyon sokat jelentett számukra a vigasztaló szó, nagyon sokat jelentett, hogy reményt tudta adni az emberek számára. Nem emlékeztem semmire. Én csak azt tudtam, hogy azt mondtam, ami a lélek mélyéből jön, amit a Jóisten sugal, és valahol átéreztelek a valóságát, hogy a lélek az, aki szól bennünk. Éke ékeszólát, bölcsességet. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők. Másodt is beszél Jézus arról, hogy fiú az apja, a lány az anyja ellen fordul. Ennek a valóság ott van a külön választás. A kosokat a juhoktól, a búzát a konkolytól. Krisztus igéje, az ő igazsága nem fogadja el azt, hogy itt bármifajta hazugsággal keveredjék hamis dologgal. Meg is ölnek, és ez nagyon dráma és nagyon nagy felkiáltó, és akkor, amikor Krisztus keresztjelzünk, ő belőle merítünk e, bátorítást. őrzitek meg a lelketeket. Mire hív az Isten? Kihívás mindig is volt, mindig is lesz. És lehet, hogy nehéz helyzetekbe kerül mi keresztények. De alapvetően a lélekerében bízva, Krisztus elében az ő keresztjével álhatottossággal megmaradni. Hidben, reménben, szeretetben jellé válni embertársaink számára. Mit is kívánhatnék, a Jó hogy minden dolgaink közepette, minden nehézség ellenére Krisztus szeretetében megmaradjunk. A Jó Isten, hogy másokat is meg tudjunk hívni az egytes közösségébe. A Jó amikor eltávozunk a földi körből, mondhassa, menj be a dörömébe. Krisztus, ami által. Amen.